Így hűtötték a halat a Bátai Keszeg Fesztiválon. A helyiek már nagyon régóta rendezik meg ezt az eseményt, aminek legfőbb része a keszeg sütő és halpucoló verseny. Volt olyan, aki azt mondta, a jó sült keszeg titka, a gondos előkészítés, a megfelelő fűszerezés, de akadt olyan szakács is, aki szerint a titok a jó alapanyagban van. Jó forró zsír, előre besózva és ropogósra sütve. Hát mi meghívott vendégek vagyunk körülbelül, hát hatodik éve, de nagyon szívesen vállalom. Szeretjük a halat, meg sütni is nagyon szeretem. A fesztiválon nem csak a sült keszeg szerelmesei hódolhattak kedvenc ételüknek. A sült hal mellett volt, akik halászlevet vagy éppen pörköltet készítettek. Váta polgármestere szerint nagy hagyománya van a keszegfesztiválnak, és ezt a települést igyekszik jó programokkal meghálálni. Tradicionális a helyzet, hogy minden évben a keszegfesztivál most már közel 20 éve megrendezésre kerül. Hát egy kis összefogás Báta részéről, a bátai emberek, barátaik, baráti társaságaik részéről, és úgy gondolom, hogy ez a nap egy kellemes időtöltés a halászlé és a sült kárász keszeg jegyébe. A keszegfesztivál nem csak a legnagyobbaknak kínál szórakozási lehetőségek. A kicsiket Rambulin vagy Légvár várta. A hőség ellenére is sokan választották a szabad tűzön való főzést, de aki nem akart, annak a kóstolás alkalmával is lehetősége nyílt megízlelni a híres bátai sült keszeget és halászlevet.